Csibi Imre plébános köszöntötte a megjelenteket Tamásiban, a megújult Nagy Boldogasszony templomban. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár javasolta, hogy a felújított plébánia nagytermét Hirt Ferencről, 2018-ban elhunyt országgyűlési képviselőről nevezzék el. A másik oldalon pedig önzetlenül másokra való odafigyelésért kapottam. Én jól ismertem képviselő munkássága kezdetétől fogva, egészen a haláláig, amit ő akart, és tett is Tamási közösségért, és hozzáteszem a környékbeli települések közösségért is. Az államtitkár elmondta, a templom falai nagyon rossz állapotban voltak, ez is indokolta a korszerűsítést. A felújítás nehéz folyamat volt. Soltész Miklós kiemelte mindazok munkáját, akik összefogva sikerre vitték a projektet. Én többször jártam itt a kivitelezés során, és mélekben is, és hidegben is. Tudom, hogy sokszor felvettek a munkások, a mesterek, de amit a kedvény nyomán most tapasztaltunk, látunk, az egy csoda, köszönet érte nekik is, és köszönet azoknak is, természetesen, akik kormányzati támogatáson felül, akár a város, akár a testvértelepülés, akár pedig egyéni vállalkozók adtak az építkezésre. Az ünnepi szentmisét Felföldi László, római katolikus pap, a Pécsi Egyházmegye 85. püspöke tartotta. Az állam 528 millió forinttal támogatta a felújításokat, azonban ez az infláció miatt nem volt elegendő összeg, ezokból különböző magánszemélyek és szervezetek is hozzájárultak a templom korszerűsítéséhez.